Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Nexus Televízió harcképek sorozatát látják, és mai vendégem elég távolról érkezett, Floridából. Egy közismert youtuber, vlogger, ahogy ezt most ilyen szép modern szóval mondják, Nagy Péter. Péter, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Az utóbbi időben rendszeresen hazajársz, de most volt a Covid miatt kihagyva egy kis szünet, szóval most, hogy itt vagy, milyen volt látni a magyarokat? Mindig jó, tehát én mindig várom már, hogy mikor tudok jönni újra, élvezem azt, hogy itt vagyok. De eddig mindig az volt, hogy jöttem, hát egy hétre nem, de két hétre, három hétre, talán egy hónapra, és most jöttem úgy, hogy csak ide vettem egyet. És most így ez ilyen nyitott, hogy meddig maradok. Vannak olyan nézőpontok, ami más, csak a neveltetés miatt más. Például az egyik ilyen dolog az, hogy ha itt valaki meglát egy nagyon szép autót, akkor milyen érzelmeket vált ki belőle az az ember, vagy az a tény, hogy elmegy egy szép autó. Nem feltétlenül a pozitív dolgok jönnek az ember szájára. Ha ez ugyanez kint történik, akkor általában az van, hogy megcsinálta. Kemény legény, vagy vagány srác, vagy valami pozitív gondolat jön az embernek az ottani embereknek a szájára. Mert a gyereket is úgy abban nevelik föl, hogy te mindent meg tudsz csinálni. Te jó vagy, vagy elég jó vagy ahhoz, hogy megcsináld. Itt sok szülő nem azt mondja a gyerekének, hogy te meg tudod csinálni, pont az ellenkezőjét, hogy maradj csöndbe, te nem értesz ehhez. Hú, de izgalmas ez. Tehát olyan negatív hozzáállás van a gyereknek az álmaihoz, a képességeihez, ami alapjában véve nem hagyja, hogy kiteljesüljön a gyerek. Nagyszülők, 50-es évek, 40-50, 30-40-50-es évek. 30 még nem vagy, de talán már az is. Kemény időszak. Neveltek egy kemény nemzedéket, egy kemény nemzedék fölnőtt, teremtettek egy könnyű időszakot. A könnyű időszakban fölnő egy nemzedék, és a mai nemzedék az a nemzedék, hogy 80-as években születettek, 90-es években születettek, aránylag könnyű. A könnyű nemzedék teremt egy nehéz időt. Most jönnek a nehéz idők. Már elkezdődtek. Ez az elmúlt 10 év, 15 év, ez nem egy könnyű időszak. És ez a könnyű időszak, akik most nőnek föl, vagy talán még a következő 10 évben nőnek föl, fog hozni megint egy kemény nemzedéket, akiknek nem lesz könnyű fölnőni.